Schön kap labdát a bal oldalon. Schön középre, ott a fejes, és ott az egyenlítő gól. 2-2. Makarenko érkezett. És ez is egy nagy történet, egy nagyon sokáig mellőzött játékos, akiről azt mondta Huszti Szabolcs, hogy nála biztos nem fog játszani. Hát Bartosz Gzseláknál játszik. És remek ez a beadás Schön részéről. Dibusz lábai között. Ott az egyenlítő gól.